1997-ben döntött úgy Bátaszék vezetése, hogy tagja kíván lenni a Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulásnak. Bozsalik Róbert polgármester úgy értékeli, ez a város egész fejlődése szempontjából kifejezetten jó döntésnek bizonyult. Egy nagyon jó döntés hozott. Jó döntés hozott egy szempontból azért, mert a Bátaapátiban azóta megépült kis és közepes hulladékokat tárló kapcsán valamennyi információ első kézből hozzájutott, amivel Bátaszékváros lakosságát is első kézből tudta tájékoztatni, hogy mi is zajlik ott, és hogy ez a tevékenység, ami ott folyik, ez az emberi egészségre teljesen ártalmatlan, viszont egy olyan feladatot fog ellátni, ami az ország szempontjából nagyon fontos. Másrészt jó döntés hozott abból a szempontból is, hogy anyagilag is a település fejlődését szolgálta, hiszen hosszú éveken keresztül több 10 millió forint támogatás érkezik a tetten keresztül, ebben az esztendőben 80 millió forintot meghaladó, mely a város költségvetésébe beépül, és elsősorban a város fejlődését szolgálja. A polgármesterek tanácsa a napokban franciaországi tapasztalatcserén vehetett részt. Ez is része ennek a programnak, hiszen minden esztendőben a tettet alkotó település polgármesterei elmennek Európa különböző országaiban, és áttekintik, hogy azokban az országokban hogyan zajlik egy ilyen lerakónak a működtetése, és hogyan kommunikálnak a környébeli lakókkal. Most Franciaországban jártunk éppen, egy olyan településen, ahol majd most építik meg a kis és közepes hulladékokat tároló, befogadó tárolót. Meghallgattuk, hogy francia barátaink hogyan kommunikálnak a települések lakosságaival, hogy mi is lesz, hogy is fog ez zajlani maga az építkezés, és későbbiek során a tárolás. És jó volt látni, hogy szinte teljesen hasonló technológiával fog majd zajlani a működtetése, mint itt Bátaapátiban. Ez is igazolja azt, hogy a magyarországi szakemberek azok kitűnő munkát végeznek, és európai szinten működtetik a Bátaapáti lerakót. Az látszik, hogy ott is a társadalmi elfogadottság az kicsit hasonló, mint Magyarországon. Van egy szűk kör, akit nagyon-nagyon foglalkoztat ez a kérdés, akik beleássák magukat és érdekli, hogy ténylegesen mi fog zajlani. Van egy szűk kör, akit abszolút nem érdekel, hogy mi zajlik adott esetben egy ilyen létesítmény kapcsán, és a többiek gyakorlatilag érzelmi alapon csapódnak ide-oda, de úgy tűnik, hogy az elfogadottság a Franciaországban is magas szinten van, hiszen azért az emberek belátják, hogy az energiatermelés szempontjából fontos az atomenergia, és hát, hogy minden országnak saját magának kell az ott keletkezett adott esetben kis és közepes radioaktivitású hulladékok, vagy a nagy aktivitású hulladékok elhelyezésre gondoskodni. Évek óta járunk ezekre a találkozókra, és úgy gondolom, hogy elsősorban megerősödik bennünk, hogy az a fajta kommunikáció és az a fajta munka, amit mi itt végzünk, az jó. Mint ahogy említettem, teljesen, ha nem is ugyanaz, de hasonló példák szerint működnek. Az erősödött meg bennünk, hogy ezt a fajta kommunikációt továbbiakban is folytatni kell a lakossággal, annak érdekében, hogy tényleg mindenkinek megfelelő információ legyen a Bátaapáti térségben zajló lerakáson.